akkor sikerült bejutni a házba. Kozgult be ez. Hú. Ez tudja, hogy szolgálati lakás volt régen. Hát. Itt volt egy tárha. És ez a régi old school villanykapcsoló. És akkor... Igen, itt volt a bejárat egyébként, ez már a belső szoba volt. Hát nyilván a villanykapcsoló nem működik. Ilyen WC-fürdőszobában. Egy fürdőkád. Hoppá, és itt még van egy villanyboiler. Hajtó. Hát igen, ezek örök életűek, mert az elektronikát azt eltüntették. És igen, tehát ez meg a külön bekötése a boilernek, az éjszakai áram. És ugye itt volt a fürdőkád csövezéssel. Igen. Csaptelepeket is elvitték már, hát hogy hivatalos bontás volt, vagy sem, azt nem lehet tudni. Ha nyitogatjuk a szekrényeket, hoppá, és akkor aztán ez volt a konyha. Mosogató, de így van. Ja, a klasszikus dupla villanykapcsoló. Látlában úgyis csak az egyik volt bekötve. Spájz, és még itt van a stelázsi. Kettő is. Két stelázsi. Aha, de nincs itt más. Aha. És akkor még egy szoba. Aha, itt volt a kályha. Mint fűtő alkalmatosság. És még egy szoba. Itt volt még egy belső szoba is. Mondom, tudja, hogy a szolgálati lakás volt, és lehet, hogy nem is csak egy embernek. Földeletlen konnektor. Már ez sem nagyon lehet sehol látni. De azt hiszem 1981-ig nem volt előírás, hogy mindenhova földelés kell bekötni. Látjátok, nincs is. Van fázis, meg nulla a fekete, meg a kék, nincs földelés. Korábban csak az úgymond hidegpadlós szobákban volt kötelező földelés, ahol ugye kő vagy ilyen padló volt, ami vezeti az áramot. A parkettás helyiségekben nem ment az ugye. Az áramot nem vezeti, és hogyha nem, és hát akkor még nem volt egy lelkeltek most se, hogy vízvezeték, meg ilyesmi nem volt a szobában, ami ugye veszélyes lett volna egy áramütés szempontjából. Tehát, tudom kézen, hogy itt is van két szoba, meg itt is volt két szoba, tehát vagy hát, hát is így még kettő, hát meg ez egy ilyen terasz lehetett. És ezt el tudom kézen, hogy ezt utólag építették hozzá. Hát ugye. Ez egy ilyen hátsó bejárat, kijárat volt. Hát nem tudom, hogy ki lehet-e menni. Az a baj, hogy már körben ütte a gaz minden irányból. Még nyitva van, még nyitva van. Csak ott meg kerítés van, és ott nem tudok kimenni. Klasszikus idő, szocialista villanykapcsolók. Zöld meg sárga. És itt a villanyóda szekrény, nézzétek meg, és ráadásul digitális óra itt is fenn van. Leltári szám. Hát a régi olvadó biztosítékok. Hát lassan már ez is izé múzeumban való, meg már ez is retró dolog. És egy átlátszó burkolatú villanyóda, már így működött a régi villanyóda, hogy ott az a kerék forgott benne, és az mérte a fogyasztást. Mellettem te meg ott a modern digitális. Itt van az olvadó biztosítékok is. Már nincs bennük betét, ez csak a... Én húzom. De hát ez is már életi, a TLS nagyon lehet már sehol látni olvadó biztosítékot, hát ez is már ugye eljárt felette az idő, a kis megszakító sokkal egyszerűbb. Az bármikor vissza lehet kapcsolni, eznek, hogyha ezért valami levágja az áramot, akkor venni kell hozzá egy másik betétet. És akkor ennyi volt itt az Urbex-es túrában a régi szolgálati lakásban. Van itt még egy, de ebbe nem tudok bemenni, mert ez annyira... Ben van a gazba, hogy megközelíthetetlen. Úgyhogy akkor ez ennyi lett volna. Sziasztok!